Ismét megrendezik immár 5. alkalommal a bártaszéki bornapokat. A hagyományőrzés mellett zene és tánc, sztár fellépők, például Delhusza John, vagy éppen a fiatal lányok kedvence, Szabó Ádám is koncertet ad, és nem mellesleg kitűnő borok és fergeteges hangulat várja majd az érdeklődőket. Azonban a hatályos jogszabályoknak megfelelően a rendezvényt csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják. Az első fő szabály, amelyre mindenképpen szeretném a televízió nézők figyelmét fölhívni, hogy a rendezvény tér az zárt lesz, le kell kordonoznunk, hiszen várhatóan 500 főnél többen fognak ezen a zenés táncos szabadtéri rendezvényen megjelenni. Ez azt jelenti, hogy az egész teret le kell zárnunk, lesznek kibeengedő kapuk és plusz egy kiengedő kapu, és a biztonsági személyzet fokozott ellenőrzése mellett kerülhet sor a beengedésre. Ez azt jelenti, hogy akik az 5. bártaszéki bornapokon szeretnének részt venni a koncerteken és egyáltalán az egyéb lehetőségeken, azoknak a belépéskor meg kell mutatni az érvényes védettségi igazolványukat. Ezt követően, miután ezt ellenőrizték a kapukban, beengedő kapukban lévő kollégák, illetve a biztonság személyzet tagjai, kapnak egy olyan karszalagot, amelyik feljogosítja őket, hogy mindhárom napon részt vegyenek az 5. bártaszéki bornapokon. A rendőrség fokozott ellenőrzésére is kell számítani. Őrsparancsnok úr ezt jelezte számunkra, hogy egyébként a különböző médiumokban is hangsúlyosan jelentsük ki és hívjuk fel a figyelmet arra, így a televízió nézők figyelmét is arra, hogy aki gépjárművel jön a bártaszéki bornapokra, az jól fontolja meg, hogy iszik-e, illetve a sofőr vagy legyen olyas valaki egyébként a baráti társaságban, csoportban vagy családban, aki nem iszik, hogyha vezet, mert szondáztatni fogják, fokozottan ellenőrizni fogják ebben a 3 napban a rendőrség munkatársai és a rendezvényen lévőket. Csötönyi László elmondta azt is, hogy az egész rendezvény körbe lesz kerítve. A kis keresztező utcák is le lesznek zárva, de ami a tavaly előtti rendezvényhez képest változás, hogy a főbejárat most nem a templom bejárat előtt lesz, hanem a katolikus plébánia és a templom kerítés között. Ezt azért eszközöltük, hogy szabadon tudjuk hagyni a Szabadság utcát, így azt nem kell lezárnunk, tehát ott is felszabadul a közlekedés, illetve a Szabadság utcában kialakított új parkolókban, abban a plusz körülbelül 20 parkolóban el tudjuk helyezni az árusok autóit, tehát ezzel is több lehetőség nyílik a hozzánk érkezőknek. Azon felül, amit el kell mondanom, hogy lesz ott egy főbejárat, ahogy említettem, a Vörösmarty utca felé csak kimenési lehetőség vagy távozási lehetőség lesz, de a Kossuth Lajos utcában is lesz egy olyan kapu, ahol ki, illetve be közlekedhetnek azok, akik a rendezvényre érkeznek. A 3 napos program sorozaton természetesen a hagyományőrző és nemzetiségi csoportok is fellépnek, mint például a székely unokák tánccsoportja, vagy éppen a bátaszéki felvidéki néptánc egyesület.